nem erre számítottam, hogy ilyen nagy arányú győzelem lesz. Nagyon nagy csapatmunka volt, mind igazából ilyen kisebb hibákkal, de mindent megcsináltunk, amit az edzők kértek tőlünk. Ez tényleg ez nagyon pozitív a jövőre nézve, úgyhogy képesek lehetünk egy nagyobb bravúra is, mint amit tavaly mutattunk. Mindenféleképpen simábra sikerült, ez egy nagy arányú győzelem volt. Nagyon jó játszottunk, tényleg az első 8-10 perc, hogy te mondtad, utána lépésről lépésre elléptünk tőlük, növeltük az előnyünket, végén Bálint is be tudott menni játszani, aminek én külön örülök, szerezzen csak tapasztalatot. Mindenki hozzátette a magáét, főleg a lövőnek volt szenzációs napjuk. Az előző évekhez képest szembetűnő volt, hogy nagyon jól jöttetek vissza ebből a hosszabb szünetből. Ugye tavaly is akadozott a gépezet, most viszont nagyon úgy tűnik, hogy együtt vagytok. Igen, ez félő volt, mert ugye, mint említett, az előző években nem ez volt a jellemző a játékunkra, de ez most tényleg fantasztikusan sikerült az egész csapat számára. Jó volt a védekezés a kapus teljesítmény mögötte, úgyhogy tényleg ez csak jót jelenthet a jövőre. Még nagyon sokat kell dolgozni, nagyon sok feladat áll előttünk, de itt tényleg ezt a, ahogy a Mistert ismerem, az óriás maximális, tehát azzal fogja kezdeni, hogy az első 8 perc mit és hogy kell, ki kell javítani, stb. Ami így is van, tehát ilyet nem szabad megengedni, főleg hazai pályán. Jövő héten Barcelona, ami egy lényegesen nagyobb feladat, itthon meg tudtátok szorítani. Mi lesz most kint? Hát nagyon bízok benne, hogy meg tudjuk ismételni ezt a játékot. Az is tisztában vagyunk, hogy ez nehezebb lesz kint, de tényleg sikerülhet, és meg képesek vagyunk megcsinálni, mert ezt már tavaly is megmutattuk, hogy okozhatunk meglepetéseket. Szerintem ebben a csapatban benne van, bárkit meg tudunk verni, de viszont ha nem figyelünk oda, akkor bárkitől ki is tudunk tartani. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy tényleg jöheti munkát mindenki úgy figyeljen, úgy koncertáljon a Misztérek, hogy megcsinálják az ellenzést, nekünk ezt be kell tartani, és reméljük, hogy nagyon jó mérkőzés fogunk játszani, ami 3 esélyes mérkőzés lesz, aztán reméljük, hogy jól sikerül.